Készen vagyunk? Nagy tisztettel köszöntöm a sajtó megjelenő munkatársait. Schmidt Mária csak tavaly 47 millió forintot vett fel fizetésként. Nem adakoznak a NER milliárdosai, ez a címe a mai sajtótájékoztatónknak. A Nyugati Fény vette észre, hogy Schmidt Mária fideszes politikus 2016-ban még 32 millió forintot, 2017-ben pedig már 47 millió forintot keresett a Terrorháza Múzeum igazgatójaként, vezetőjeként. Schmidt Mária úgy vette föl ezt a luxus fizetést, hogy mindeközben köztudott róla, hogy Magyarország leggazdagabb nőjeként tartják számon, 38 milliárd forintos vagyonával. Emlékezetes, hogy Gyurcsány Ferenc annak idején miniszterelnök korában nem vette fel a fizetését. Ez a NER politikusai, a fideszes politikusokra egyáltalán nem jellemző. A Nemzeti Kereszténynek hazudott Orbán rendszerben nincs ilyenre példa. A demokratikus koalíció szégyenletesnek tartja, hogy az Orbán rendszer milliárdosai több milliós luxus fizetéseket vesznek fel a közösből, miközben eszük ágában sincsen jótékony célra fordítani a fizetéseiket. Az Orbán kormány se nem nemzeti, se nem keresztény, nekik Magyarország nem az első, hanem az utolsó. A DK hisz abban, hogy több felelősség kell lenni fent ahhoz, hogy több lehetőség legyen lent. Az igazi államférfiak és felelős vezetők felajánlanák a fizetésüket jótékony célokra. Az Orbán rendszerben ezt a milliárdosok nem teszik meg. Bár ma hazánkra nézve senki sem gondolná, Magyarországon komoly hagyományai vannak az adakozásnak. Az imént említettem Gyurcsány Ferenc példáját, aki a teljes miniszterelnöki fizetését jótékony célra ajánlotta föl, de bizonyára emlékeznek Bajnai Gordonra, aki mindössze 1 forintért vállalta a hivatalt. És hogy egy ennél történelmi példát is mondjak, Széchenyi István a birtokainak 1 évi bevételét ajánlotta fel a Magyar Tudományos Akadémia megalapítására. Ma nem a Széchenyi korát éljük, hanem a Mészárosok és Schmidt Máriák korát. Mészáros 274 millió forintot keres naponta, mégsem jut eszébe ezt jótékony célra fordítani. Így néz ki, amikor nem a közösbe beleadó államférfiak, hanem a közösből meggazdagodó bűnözők vezetik az országot. A demokratikus koalíció szégyenletesnek tartja, hogy az Orbán kormány milliárdosai több milliós luxus fizetéseket vesznek fel, de a közösből és ebből nem hajlandóak egész egyszerűen jótékony célra fordítani. A DK hisz abban, hogy több felelősség kell lenni fent, ahhoz, hogy több lehetőség legyen lent. Egy igazi államférfiak, a felelős vezetők felajánlanák a fizetésüket jótékony célra. Az Orbán rendszerben ezt a milliárdosok nem teszik meg, nekik Magyarország nem az első, hanem az utolsó. Köszönöm szépen a figyelmet. Ebben a témában vagy más témában van-e kérdés? Esetleg a vágóképek kedvéért.